Kedves testvérek, húsvét negyedik vasárnapja van, és hát minden évben ez a vasárnap az egész világegyházban, katolikus egyházban, a papi és a szerzetesi hivatásoknak a vasárnapja. De fontosnak érzi az egyház, hogy időnként, évente egyszer legalább, hogy a szó essen templomainkban papi és szerzetesi hivatásokról, illetve hát egy kicsit legyen ott ez a szívünkben, meg a gondolatainkban az egyháznak ez a fontos ügye, vagy egy fontos szelete. Ugye arra az életformára tekintünk, a cölibátusra, ami hát kezdettől fogva jelen van az egyházban, és amit mégis ugye értetlenség fogad sokszor, hát a kívülállók részéről mindenképpen, de néha még az egyházon belül is sem érti mindenki, hogy miről is szól tulajdonképpen ez az életforma. Jézus mondja az evangéliumban azt, hogy van, aki a mennyek országáért lemond a házasságról. És ezzel Jézus mindent elmondott tulajdonképpen, illetve hát félreérthető ez a mondat is, mint minden mondat, amit ember kimond, de minden esetre az a része fontos, hogy a mennyek országáért. Tehát nem csak arról van szó, hogy valaki nem köt házasságot, hanem arról van szó, hogy ezt a mennyek országáért teszi. Ugye Jézus maga is ezt az életformát éli. Pál apostol pedig hát többször beszél a leveleiben a cölibátusról, mint Istennek szentelt életformáról. Úgy tűnik, mintha Pál népszerűsíteni akarná ezt az életformát, de azért nem abszolutizálja. Azt mondja Pál, hogy aki megházasodik, az jól teszi, és aki nem házasodik meg, az is jól teszi. Tehát benne van, hogy ez egy hivatásról van szó mindkét esetben, Isten hívásáról, és hát mind a kettőnek helye van természetesen az egyházban. Ugye a szekták próbálták abszolutizálni egyiket vagy a másikat, csak-csak elv alapján, hogy csak így lehet élni, vagy csak úgy lehet élni. Ugye a katolikus egyház az soha nem akarta így szabályozni az embereknek az életét. Így is lehet élni, meg úgy is lehet élni. Természetesen. Itt Pál apostol is már azért írja ezt egyébként, mert ott a korintusi egyházban is hát felmerül ez a vita, hogy most akkor kinek van igaza. És hát ezért mondja Pál azt, hogy hát ez is jól teszi, meg az is jól teszi, persze attól függ, hogy miért teszi egyiket vagy a másikat. A cölibátusra nem tekintett úgy az egyház sohasem lemondásként. Tehát nem az a lényege, hogy valamiről lemond. Ezért mondom, hogy Jézus mondata is még félreérthető, hogy a mennyekország egy lemond róla, ez a lemondás, ez nem aszketizmust jelent. Nem az aszketikus oldala fontos. Ugye annak... Ugye az aszkézis az fontos a keresztény ember életében, az annak is fontos, aki családi életre kapott hivatást, és annak is fontos, aki a cölibátusra. Ugye a házastársi hűség megéléséhez ugyanúgy szükség van az aszkézisre. Tehát Isten hív erre az életformára, és kegyelmet is ad hozzá. Tehát úgy tekint az egyház a cölibátusra, mint meghívásra, vagy ajándékra, Isten ajándékára. Tehát kegyelmet ad hozzá az Isten, ugyanúgy, ahogyan a szentségi házassághoz is kegyelmet ad. A kereszténység születésekor a szüzesség az újdonságként hatott. Ugye feltűnt a világ számára, mert hát kezdettől fogva sokan választották ezt az életformát az egyházban. A zsidó kultúrában hát ismeretlen volt a dolog, hiszen ott a család az abszolút érték. Ugye főleg az utódok miatt, a nép sokasodása, fennmaradása miatt, ugye nem volt igazán hívő zsidó az, aki ne akart volna családot, és ne akart volna sok utódot. A görög-római kultúrában pedig hát ott is fontos volt a házasság, ott is fontos az utód, fontos a családok közötti kapcsolatok, ugye a házassággal alakulnak a hatalmi és anyagi helyzetek is. De hát ott még jelen van ennek ezzel együtt ugye a szexualitásnak a túltengése, ami aztán végképp hát furcsává tette az ő számukra a szüzességnek a választását. Tehát mindkét világ számára egy provokációnak tűnt a szüzesség, főleg amikor a nők választották ezt az életformát. És hát azt láthatjuk a szentek életében, hogy az első századokban nagyon sok nő választotta, és hát ebben látjuk sokszor a vértanúságuk okát is. Nagyon sok házasulandó korú vértanú szűz, ugye az pont azért lett vértanú, mert a
a leendő vőlegénye, amit már talán 5 születésekor kiszemelt számára a család, az nem bírta elviselni azt, hogy másfajta életformát választa a volt menyasszonya. Tehát a pogány világ alig tudta elviselni ezt a jelenséget. A keresztény közösségekben pedig hát terjedt az életforma. Ugye rangot jelentett egy közösségben például az, hogy sok cölibátusban élő tagja van. Ezek a szüzek a közösség szolgálatára szentelték az életüket, vagy imádsággal, vagy karitatív munkával vették ki részüket a közösség életében, és köztiszteletnek örventek. És hát már elég hamar kialakul az egyházban a szüzeknek a rendje, illetve az özvegyeknek a rendje, tehát azoké, akiknek mondjuk meghalt a házastársuk, és nem kötnek új házasságot, ezt fogadalommal is hát megszentelték ezt a választást. Ez azóta is létezik egyébként az egyházban, ma is vannak ilyenek, akik plébáni közösség tagjaként szüzességet fogadnak. Ezt a püspök előtt kell megtenniük egyébként, de eléggé ritka jelenség azért manapság. Később aztán megjelenik az egyházban, hogy a remetesség és a szerzetesség. És hát ezek az életformák, ezek már feltételezik a cölibátust. És hát ismerjük a középkorban, hát virágzik a szerzetesi élet, és egymás után születnek az új szerzetes rendek, lovagrendek például, szociális rendek, tanítórendek, prédikáló rendek, és hagyományosan monasztikus rendek. Ezek a szerzetesek ugye mind cölibátusban élnek, akár női, akár férfiak, és hát teljes életet élnek. Teljes életüket az evangélium örömében, Istennek szenteltve élik meg. Hogy a Isten és az emberek szeretetében élnek. Ezt láthatjuk a szentek életében, rájuk érdemes tekinteni, vagy a rendalapítóknak az életében, ugye egy Szent Ferenc, ugye egy Szent Benedek, vagy aztán később ugye a Néri Szent Fülöp, vagy Domboszkó, vagy hát sorolhatnánk ugye a női szenteket is. Ugye láthatjuk, hogy milyen csodálatos, ugye teljes életet éltek, és hát ajándék még a mai napig az számunkra is az ő életük. Később aztán a nyugati egyházban a papság feltételeként is szabták a cölibátust. Ugye tehát az egyház úgy döntött, hogy azok közül a férfiak közül válasszák a papokat, akik megkapták Istentől a cölibátus ajándékát, vagy karizmáját, így is felfoghatjuk. És ehhez az egyháznak ugye joga van, hogy meghatározza, hogy mit köt a papság feltételeként. És ez ma is ugye így van. Bár ebben az esetben az egyház a változtatás jogát fenntartja, mert hát bármikor meg is változhat ez a elképzelés. A cölibátus talán úgy lehet jobban megérteni, hogyha magára Jézusra tekintünk. Ugye a megváltással, Isten megtestesülésével, kereszthalálával, föltámadásával, ugye új értelmet kap az emberi élet. Megváltott életet élhetünk. Jézus megváltott bennünket. És ez azt is jelenti, hogy megmutatta azt, hogy kik vagyunk és miért vagyunk. Tehát új értelmet nyer az emberi élet. Helyünkre találhatunk, megtalálhatjuk az igazi emberi hivatásunkat, az Istentől adott igazi emberi hivatásunkat a megváltás által, azáltal, hogy Jézus helyünkre tesz bennünket, hogyha be tudjuk őt fogadni és követni tudjuk őt. Tehát megmutatja Jézus a megváltással azt, hogy kik vagyunk, és hogy miért vagyunk. Hogy kik vagyunk, arra egyszerű a válasz, Isten gyermekei vagyunk. Ez jelent meg Jézusban, hogy az Istennel egységben élő ember jelent meg Jézusban, aki a mi képünk. Ugye Isten képére és hasonlatosságára teremtett személyek vagyunk. Istenhez tartozunk, testestől, lelkestől az Istenhez tartozunk, ezt mutatja Jézus a mennybe menetel képével. Tehát kik vagyunk? És aztán ugye arra is tudunk válaszolni, hogy miért vagyunk. Azért vagyunk, hogy szeressünk akár az Isten. Úgy szeressetek, ahogy az Isten szeret benneteket. Legyetek olyan tökéletesek, mint mennyi atyátok, ezt tanítja Jézus. Tehát kettős hivatásunk van, hogy kik vagyunk, vagy hogy miért vagyunk. Szeretni Istent, és szeretni embertársainkat.
És erre képesek is vagyunk, képessé tesz bennünket az Isten kegyelme. Tehát azért vagyunk, hogy elajándékozzuk magunkat. Nem önmagunkért vagyunk, hanem Istenért és embertársainkért. És az a szeretet, amire teremtve vagyunk, és ami a mi lényegünk, az nem ér véget itt a földi életünkben. Az emberi életnek az igazi távlata, hogy a szeretetben kiteljesedjünk. Hogy az a szeretet, amit megvan bennünk, ami itt alakul bennünk, az kiteljesedjék az örök életben. Isten országában, hogy a szeretetünk az bizonyos értelemben, hogy kiteljesedik. Hogy képesek leszünk az Isten országában a teljes odaadásra és a teljes befogadásra. Ezt jelenti a szeretet utáni vágyunknak a beteljesedése. Tehát itt van bennünk a szeretet utáni vágyunk, itt van benne a Földön, itt van bennünk az, hogy oda akarjuk adni magunkat a szeretetben, és ez a vágyunk, ez teljesen beteljesedik, majd az Isten országában erre vagyunk hivatva. Ez az igazi távlata az életünknek. Itt a földi életben ugye készülünk erre a szeretetre. És ez az előkészület ugye két úton lehetséges, ugye a házasság útján, illetve a cölibátusnak az útján. Ugye ki melyikre kap meghívást, azon az úton halad ugyanafelé a cél felé. Ugye a cölibátus és a házasság az egyházban kiegészítik egymást. Sőt, igazából támogatják egymást. Ne felejtsük el azt, hogy Jézus a házasságot is megváltotta. Ugye a keresztény ember a házasságra is másképpen tekint, mint a nem megváltott ember. A házasság a szentségé lett, Isten jelévé lett. Ugye a hűség a teljes önátadás megélésének a lehetőségévé lett a házasság. Valami módon ugye Isten életét jelzi itt a világban. És ha megvalósul a szentségi házasság, akkor az is csak előképe, hogy az igazi házasságnak, amire készülünk itt a Földön, amire igazán vágyakozunk, és ami Isten országában ugye lehetséges lesz. Jézus a házasság képével mutatja ezt a mennyei házasságot, az igazi mennyegzőt, amire majd ott az Isten országában lesz lehetőségünk, hogy a földi mennyegző az annak az előképe, vagy a jele, hogy van majd egy másik, egy teljesebb, egy igazán teljes mennyegző. Így a házasság útján járók állandóan figyelmeztethetik a cölibátusban élőket, hogy ők is a hűségre és a teljes önátadásra vannak meghívva, és ebben lelkesíthetik és bíztathatják a házastársak a cölibátusban élőket. A cölibátusban élők pedig jelzik a házastársaknak azt, hogy az ember igazi magányosságát az csak az Istennel való közösségben győzhetik le. Hogy csak az Istennel való közösségben lehet igazán önmaga az ember. De a cölibátus figyelmeztet arra is, hogy itt a Földön nincsen maradandó hazánk. Hogy valójában már itt is az eljövendők után vágyakozunk. És így a cölibátus segíti a házaspárokat annak a felismerésében, hogy hát szeretetük az valójában a mennyek országára irányul. Az nem cél, hanem út az Isten felé. Tehát házasság és cölibátus ugye két út, de egy cél. Hazatalálni. Megtalálni az igazi helyünket az Istennel való közösségben, az Isten tenyerében, hogy úgy mondjam. Ahogyan Jézus mondja, hogy kicsiben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe. Ugye ez minden embernek az igazi távlata. Ugye a világ azért támadja a cölibátust, mert az a mennyek országáért van. Ugye erőteljesen megjeleníti az emberi élet igazi hivatását. És aki Istenről nem akar hallani, hogy az provokálja a cölibátus, ahogyan provokálja az útszéli kereszt, vagy a tanterem falán lévő kereszt is. Ma tehát a papi és a szerzetesi hivatásokért imádkozik az egyház, azért, hogy akit erre az útra hív az Isten, azok merjenek igent mondani az ő hívására. Azt szoktuk mondani, hogy hát kevés a hivatás, legalábbis itt Európában. Valójában valószínűleg Isten ugyanúgy hív, mint bármikor máskor a történelem során, csak hát kevesen hallják meg, vagy kevesen mernek igent mondani, vagy kevesen hiszik el azt, hogy éppen őket hívja az Isten. A fiatalok számára, a katolikus fiatalok számára jó lenne, hogyha ez egy reális választás lenne, hogy házasság, család, vagy cölibátus.
Nem rábeszéléssel lehet persze valakit papi szerzetesi hivatásra rávenni, nem is próbálta ezt soha az egyház. Nem is az alkalmasságot kell mérlegelni, hogy most vajon ennek milyen adottságai vannak, tehetsége van ahhoz, hogy szerzetes vagy pap legyen. Ugye Isten mindenkivel tud valamit kezdeni, úgyhogy ez a legkevésbé érdekes akkor, ha valaki a hivatását mérlegeli. Ugye a hivatás legfontosabb jele az, hogyha valaki kedvet érez hozzá. Ennél többet nem tudunk mondani, mert a hivatás az valahol az Isten műve. Tehát aki kedvet érez hozzá, az valóban el kell, hogy gondolkozzon. Aki érzi lelke mélyen az Istennek a hívását. És hát ezt kell támogatni, hogy merjük azt tenni, azt választani, amire az Isten hív. És akkor lehet igazán teljes az ember élete, hogyha meri vállalni a saját hivatását. Hát adja az Úr, hogy az Isten hív, azok merjenek igent mondani, minket pedig segítsen abban, hogy segítségére lehessünk a fiataloknak, hogy megtalálják saját hivatásokat. Amen.